Zenés bemelegítéssel nyitották meg az óvodások a Mozdulj Együtt Komárom rendezvényt, immár 12. alkalommal. A komáromi sporthagyományokat őrző kerekasztal szervezte esemény célja a tömegsport népszerűsítése és minél több korosztály megszólítása. A gyerekeket, óvónőket Túri Bálint alpolgármester köszöntötte. Arra kérlek benneteket, arra kérlek az óvodákat, benned foglalkoztatok a szülőket, ezt a pici gyerekeknek a sport az legyen a mindennapi életüknek a része, és ne úgy fogják fel, ne úgy tanulják meg a dolgot, hogy sportolni kell, hanem úgy fogják fel, hogy sportolni öröm és jó dolog. Mert amit az ember örömmel szívesen csinál, az ki fog tartani egész életet. Szomorú statisztika, hogy Magyarországon sok gyerek elhízott. Ez szerencsére Komáromra nem jellemző, mondta köszöntőjében Horváth Gyula, a sportbizottság tagja. Én úgy gondolom, hogy pedagógusainknak és mindazoknak, akik a testneveléssel foglalkoznak a szülőknek, legyen is kötelességük az, hogy valóban sport legyen a szenvedély. És ezek a pici gyermekek, akik már fölnőnek, meggyőződésen, hogy egyenesen vezet ahhoz, a rendezvényre a város összes oktatási intézménye meghívást kapott. Úgy értékelem, hogy egy nagyon precízen megrendezett rendezvény. Minden évben, időben, a rendezvény megszervezése előtt egy hónappal kapunk egy meghívót, mi Komárom város óvodái, ahol visszajelzést kérnek a részvételről. Akkor összegyűjtjük az óvodában lévő 6 éves gyerekeket, és őket nevezzük erre a rendezvényre. Itt egy nagyon kedves fogadtatásban részesülünk, és hát a kiemelt elem a mozgás, a sport a gyerekeknek, ahol minden évben változatosan új és új sportfeladatokat kínálnak fel az óvodás korosztály részére. Az óvisokat a középiskolások, majd az általános iskolák felső, majd alsó tagozatosai követték. Minden intézményt egy 20 fős csapat, 10 lány és 10 fiú képviselt. Az ifjúságot korosztályuknak megfelelő változatos feladatok várták. Belekóstolhattak a régi idők játékos sorversenyeibe.